Dombaváron működik egy egyesület, mely sérült embertársainkról gondoskodik, a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű fiatalok és felnőttek komplex rehabilitációját végzi. A nappali ellátás mellett kiemelt feladata a képzések és a foglalkoztatás biztosítása számukra. A Dombovári Prezidium Közhasznú Egyesület fogyatékossággal élő, valamint megváltozott munkaképességű emberek komplex rehabilitációját végzi immár 22 éve. Jelen pillanatban 80 foglalkoztatottunk van. Ez a 80 ember különböző kézműves műhelyekben dolgozik, textil, nemes, szőt és ötvös termékeket készítenek, valamint bedolgozást is vállalunk a város különböző cégeinek, intézményeinek, szolgáltatást végzünk. Kinti munkahelyeken is dolgozunk, tehát nyílt munkaerőpiacon is mentorálással foglalkoztatjuk a fiatalokat, ez körülbelül olyan 20-25 fő. Ezek az emberek itt fizetésért és bérért dolgoznak, különböző foglalkoztatási formákban, de a lényeg az, hogy egyéni foglalkoztatási terv alapján foglalkoztatjuk őket 4-6 vagy 7 órában. A Presidium Közhasznú Egyesület munkájában a nappali ellátás szolgáltatása mellett a munkarehabilitáció és fejlesztő felkészítés is megjelenik. Az itt tevékenykedők által készített termékek az ország számos pontján megjelennek. A termékeket értékesítjük, elsősorban viszont eladás formájában, több viszont eladónk van Budapest, Esztergom, Pécsi üzletekkel, boltokkal állunk kapcsolatban, ők nagyon szeretik, nagyon sokat dolgozunk megrendelésre, tehát egyedi termékeket is készítünk különböző cégeknek, de például készítünk óvodáknak, iskoláknak ballagási tarisznyát is, és amúgy meg vásárokban értékesítjük ezeket a termékeket. Az Egyesület 2015-ben hirdette meg először a Benned a létre elnevezésű országos művészeti pályázatát, melyet azóta is évről évre kiírnak. 2021-ben is közzétették több online felületen felhívásukat. Az 58 pályázó 112 alkotása közül végül 23 egyéni, két páros és egy csoportos pályázó 39 munkáját választotta ki a Bírálóbizottság a vándorkiállításra. A tavaly augusztusi helyi debütálást követően az ország számos pontján megfordult a kiállítás, ami újra a Dombovári Művelődési Házban várja az érdeklődőket. Fogyatékos alkotók pályázatait vártuk, elsősorban képzőművészeti alkotásokat vártunk és kaptuk, amit 12 helyszínen mutattuk be az elmúlt egy évben. Rendkívüli motivációt jelent számukra, és nyilvánvalóan az önértékelésükben is egy nagyon nagy előrelépés, hiszen látják ők azt, hogy szeretik az ő alkotásait az emberek, jönnek, megnézik, megcsodálják, beírnak az emlékkönyvbe, gyönyörű mondatokkal hagyják el a kiállítást. Én azt gondolom, hogy mindenképpen az önértékelésük az nagyon nagyot változik, emelkedik, boldogok ők ettől, és azt gondolom, hogy a társadalom is olyan szempontból hát egy kicsit alakul és változik, hogy nem azt mondja, hogy húha, nem gondoltam volna, mert ezt a mondatot nagyon sokszor mondják úgy a termékeik, mint a kiállítás során, hogy nem gondoltam volna, hogy egy fogyatékos ember ilyenre képes. Hát gondoljad, hogy ilyenre képes. A nappali szociális ellátás során a tevékenységek az egész nap folyamán zajlanak 10-20 fős csoportokban, így a társasági élet igen intenzív. A telephelyen nem csak a felnőttekkel foglalkoznak. Gyakorlatilag az Egyesület 3 éves kortól biztosítja a súlyos halmozottan fogyatékos azon gyerekek számára a napközi ellátást, akik óvodai vagy iskolai keretek között a tankötelezettségét vagy az óvoda kötelezettségét nem tudja biztosítani. Tehát mi 3 éves kortól fogadjuk ezeket a gyerekeket, az más kérdés, hogy nagyon kevés gyereket tudunk ellátni egyéb olyan problémák miatt, ami nem az Egyesületen múlik, hanem egyszerűen nincs helyünk már, de idén például most szeptemberben fogadunk egy 4,5 éves kisfiút, akit itt próbálunk rehabilitálni és támogatni. A rehabilitáció során kiemelt szerepet kapnak a különböző terápiák, melyek az önértékelést és az önbecsülést erősítik.